Sziasztok! Egy perces társasjáték ismertetők című sorozatomban egyetlen percbe sűrítve ismertetek és értékelek társasjátékokat. Lords of Hellas. A görög mitológia és az ókor vegyítése a modern technológiával, amilyen furcsán hangzik, annyira jól lát tematikaként ennek a 2018-as játéknak, melyben minden játékos különböző hőst irányítva igyekszik valamelyik győzelmi feltétel elérésével a többiek fölé kerekedni. Uralj templomokat és területeket, győzz legigászi szörnyeket, vagy teljesíts küldetéseket Görögország tartományait bejárva. Eközben fejleszt három képességed, parancsnokságod, erőd és sebességed, valamint gyűjts nagy erejű erekjéket. A Lords of Hellas kivitelezése lenyűgöző, a tematika olyan erővel árad belőle, mely kevés más játékról mondható el. A játékmenetbe azonban az Androidhoz hasonlóan túl sok mindent akartak belesűríteni, de így igazából egyetlen szempontból sem lett kimagasló. Bár tele van szuper RPG elemekkel, a játék mégsem RPG, bár lehet küldetéseket végrehajtani, azok nehézkesek és nem jól kiegyensúlyozottak. Bár szörnyvadászként izgalmakat ígér a játék, de minden harc igen körülményes, hosszadalmas és a szerencsén is múlik. Bár területkontroll típusú játéknak tűnik a seregek mozgatása miatt, de abban egyáltalán nem kimagasló, más területfoglalós játékokhoz képest. Egyszerre kellene tehát a szörnyeket vadásznod és a területek fennhatóságát is figyelned, stratégiázgatva előre gondolkoznod, de közben taktikai lépéseket is végrehajtanod. De erre nincs ennyi lehetőséged, így bár különleges és hangulatos a játékmenet egyensúlyi hibáktól hemzseg, és ezen a sok holtidő is csak tovább ront. A 2-től 4 főig játszható alapjáték tipikus példája annak, miért olyan nagy kihívás egyszerre élménydús és mechanikailag is tökéletes hibrid játékot alkotni. Értékelésem, különleges játék, de vannak hibái.